Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Én az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így, ne félj. Én megsegítelek. Ne félj hát, Jákob, te szegény féreg, te maroknyi Izrael. Az Úr mondja ezt neked. Én magam vagyok a te gyámolod. Izrael szentje, a te megváltód. Nézd, cséplőszánná teszlek, új és élesfogú cséplőszánná. Hegyeket csépelsz és törsz majd össze, halmokat zúzol pozdorjává. Szélnek engeded majd, és a szél elsodorja őket, a forgó szél szétszórja mind. De te újjongsz majd az Úrban, és dicsekszel Izrael szentjében. Vizet keresnek a szűkölködők és a szegények, de nincs. A nyelvük száraz a szomjúságtól. Én az Úr meghallgatom őket. Én Izraelnek Istene nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és forrásokat a völgyek ölén. A pusztaságot tóvá változtatom, vizek forrásaivá a kiaszott földet. A sivatagban cédrust növeztek, akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztában fenyőt ültetek, platánt és ciprust egymás mellett. Hogy így mindenki lássa és megtudja, meggondolja és megértse. Az Úr keze vitte ezt végbe mind, Izrael szentje teremtette. Ez az Isten igéje. Könyörületes az Úr, és kegyes hozzánk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Könyörületes az Úr. Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön örökké. Mindenkihez jóságos vagy, Uram, és irgalmas vagy minden művedhez. Könyörületes az Úr, és kegyes hozzánk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak, országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindenek hirdessék. Könyörületes az Úr, és hozzánk nagy irgalmú és hosszantűrő. Hirdessétek az emberek hatalmas tetteidet, királyságod fölséges dicsőségét. A te országod örökkévaló ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. Könyörületes az Úr, és kegyes hozzánk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így nyilatkozott keresztelő Jánosról. Bizony mondom nektek,
az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A proféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Szeretett testvéreim! Lelki utazásunk sejtelmes adventi homályán ismét átragyog keresztelő János csodálatos személyisége és tanítása. Krisztus Urunk a legnagyobb elismeréssel beszél róla. Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb nála. Ő az utolsó nagy szent proféta, aki megjövendölte és meghirdette a megváltó eljövetelét. Ő Illés, akinek közvetlenül a Messiás előtt el kellett jönnie, hogy előkészítse útját. Mégis azt mondja mi Urunk, hogy aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála. A mennyek országa legteljesebb értelemben az örök boldogságot jelenti. Az üdvözültek, akik Isten színről színre látják, már eljutottak a végső tökéletességre, a teljességre. Egyértelmű, hogy felülmúlják nagyságban és tökéletességben a földieket. A mennyország, ami végső célunk, oda vágyik igazából az emberi szív, hiszen ezt a vágyat az Isten oltotta az emberbe. Más értelemben a mennyek országa már köztünk van. Krisztus megváltása árán egy új üdvrend vette kezdetét. Akik átadják életüket Krisztusnak, azok a Szentlélek által új életet nyernek. Nem arról van szó azonban, hogy keresztelő János kisebb lenne a történelem valamennyi keresztényénél csak azért, mert korábban született, mint Krisztus, vagy mert nem tartozott közvetlenül a tanítványi körében, mint az apostolok. Az idézett ige félreérthető. Az eredeti görög szövegben középfok áll, és nincs vessző. Azaz, a teljes értelme a fordításnak, de aki kisebb, a mennyek országában nagyobb nála. Ugyanis a kicsinyeké a mennyek országa. Az egyszerűeké, a hűségeseké, az alázatosoké. Akik elfordulnak a bűnös világtól és annak szokásaitól, az evangélium törvényei szerint élnek. Szeretettel szolgálják embertársaikat. Az ilyeneket a világ megveti, kirekeszti, eltapossa. Ők az Isten országának nagyjai. János valóban nagy volt, sőt, akkoriban ő volt a legnagyobb, azért, mert kicsi maradt a világ szempontjából. Ahogy ő maga mondja önmagáról, nekem kisebbednem kell, neki növekedni. A világ ki is vetette magából, mint ismeretes, Heródes megölette. De őt is felül lehet múlni, legalábbis meg lehet próbálni. Egyedül Jézus Krisztus, a Mesterünk és a szűzanya azok, akiket nem lehet felülmúlni. Alázattal, hűséggel, a szeretet hősies gyakorlásával meg lehet közelíteni keresztelő Jánost az evilági kicsinységben, illetve
az Isten országa szerinti nagyságban. Persze vigyázzunk, a lelki gőg veszélye minden jóra törekvő emberben ott lapul, és Isten a kicsinyeket felmagasztalja, de a nagyokat, akik nagyra tartják magukat, letaszítja trónjukról. Mindezek alapján érthetőbbé válik a következő ige, mégpedig az, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el. A mennyek országa elleni erőszak Jézus Krisztus életéből a legnyilvánvalóbb. Elárulták őt, elfogták, keresztre feszítették, és látszólag az erőszak győzött. Ha vele akarunk élni egy örök életen keresztül, akkor ki kell tartanunk mellette álhatatosságban. Erőszakot szenved a mennyek országa akkor is, ha a keresztény ember elbukik. Ilyenkor a gonosz elragadja erőszakkal mindazt, amit Isten áldásként odaadott az embernek, ahogy az első ember pártól is elragadta. Erőszakot azonban a másik oldal is szenved. Jézus Krisztus Isten erejével és hatalmával lépett föl, és győzött a gonoszság minden ereje felett. Bár mindenben kísértést szenvedett, bűnt nem követett el, hanem győzelmes maradt egész életében. Az ő követőinek is meg kell tanulniuk élni ezzel az erővel, és megharcolni a jó harcot, hogy Isten örökségét senki el ne ragadhassa életükből. Valójában erőszakot venni önmagunkon kell, büszkeségünkön, önzésünkön, rossz tulajdonságainkon, szokásainkon. Kész vagyok-e lemondani Krisztusért? Imádkozom-e Istenhez az alázatosság lelkületéért? Urunk, add, hogy érted és neked éljünk. Segíts növekedni az álhatatosságban, a hűségben, a szeretetben, hogy elérhessünk országodba. Amen. Könyörögjünk. Testvéreim, Isten kinyilatkoztatása fényt hozott a bűn éjszakájában sinylődő világba. Az adventi hajnalok folyamán mi is kérjük az ő megvilágosító kegyelmét. Hogy kegyelmet fénye elűzze lelkünkből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy tanításod világossága legyen útmutatónk és eligazítónk az életben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy életünk példájával mi is világossága legyünk embertestvéreinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt testvéreinknek fényeskedjék örök világosságod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy földi életünk után dicsőséget fénye bennünk is felragyogjon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, te meg nem közelíthető fényességben lakozol. Add, hogy kegyelmeddel mi is eljuthassunk a mennyei dicsőség fényébe, Krisztus a mi Urunk által.